Az Érsekújvárhoz közelisítva Besenyőn tartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. Az ország legnagyobb magyar fiatalokat tömörítő szervezetének képviselői értékelték az elmúlt év eseményeit. Hát a tavalyi év, hát egy szóval kéne jellemeznem, akkor ilyen kívásokkal teli nehéz évnek mondanám. Ugye egyrészt a központ felújítása, másrészt a rekordszámú VK résztvevők, az új csapatok, akiket próbálunk elindítani, azokkal való foglalkozás, és a szlováki futsalpolitikában is elég sok minden történt, amiről oda kellett figyelni, úgyhogy ilyen turbulens, kívásokkal teli év volt, gazdag. A cserkészek a vezetői utánpótlás biztosítását a szövetség egyik fő feladataként fogalmazták meg. Önkéntes szervezet vagyunk, ahol a heti szinten foglalkozunk a fiatalokkal, és a vezetőink szintén önkéntesen társadalmi időben csinálják ingyenesen a vezetői munkát, a foglalkozásokat, és a különböző elvándorlások mind az országon belül keletre nyugatra, mind pedig a kivándorlások, a munkahely és egyéb okok miatt ezek elszippantják tőlünk a vezetőket. Egy kicsit jobban hagyhatni a világot, mint ahogy ezt mi megkaptuk, és ezt próbálom belnevelni a vezetőinkbe is, ezt próbáljuk adni a gyerekeknek is, tehát azt, ami bennem még az a kicsi láng, amit valaha én a vezetőimtől kaptam, ezt szeretném továbbadni, és ezzel szeretném valahogy kicsit gazdagítani az itteni helyi lakosokat és a helyi gyerekeket. A Sitva-Besenyői Mindszenty József cserkész csapat alig 2 éve alakult, és meghatározó közösségformáló erő lett az erősen asszimilálódó Sitva-Menti településen. A fiatalok hagyomány szerető erkölcsös nevelése mellett az identitás megőrzésére is hangsúlyt fektetnek a cserkész vezetők, ezért örvendetes, hogy újabb és újabb csapatokkal bővül a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. Most például Nagykaposa, ez ahol 90-es évek elején volt egy erős cserkészet, utána elhalt, és most újra indítanak, de több helyen is, például Pozsony-Püspökén vagy Szencen is indulnak új közösségek. A közgyűlésen részleges tisztújítás is zajlott. A korábbi mozgalmi vezető Spisák Ádám munkahelyi teendői miatt lemondott, az ő helyére Vég Szilviát választotta meg a közgyűlés, emellett új ellenőrző bizottságot is választottak.